Egyébként Ilona és Lajos, ők is természetesen nagyon nagy a szabad idejüket áldozták, mert mi ugye nagyon komoly, komoly dolgokkal foglalkoztunk. Mint például ez az utolsó kis csokor, a harmadik kis dalcsokor, ami a különböző mesterségekről fog szólni. Also Ilona und Lajos haben sich auch eigentlich für dieses Liedchen in ihrer Freizeit vorbereitet, weil wir natürlich sehr, sehr viel gearbeitet haben, ja, damit wir auch dieses dritte Liederstrauß hier mitbringen können über die Handwerker.